Egy sokkal gyengébb kávés eladható, effektív úgy, hogy fel van tejezve, meg szirupokkal megédesítve. A trend az azt mutatja, hogy milyen jó, hogy ilyen habos, olyan habos. Magamból indulok ki, hogy tényleg, hogy mennyi íz, élmény van egy csészében. Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chill Zone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó. Üdvözlöm a kedves Chill Zone nézőit! A mai témánk egy nagyon széles kört érint, hiszen minden második ember kávéfogyasztó a statisztikák szerint. Tartsanak velünk a következő egy órában, és megtudhatnak mindent a kávézásról. Szeretném bemutatni a szakértőimet a mai nap folyamán, Tóth Andreát, aki Szolnok ikonikus helyének megálmodója és megalkotója, Gyalog Edinát, aki az ízeket képviseli a mai nap folyamán számunkra, és Józsa Jánost, aki a kávékorzó szerkesztője. Most ilyen kezdésgyanánt egyébként ti mennyire vagytok kávéfogyasztók? Rutinos kávéfogyasztók. Én még alig ittam, de... Edina... Már mit ma? Vagy úgy összesen? Kávét? Kávét. Hát szerintem mi azok mindenki. A fogyasztók vagyunk, akik a kávét szeretik. Igen. Tehát mit értetek kávé alatt? Mert nekünk a teljes kávé, a látte... Okay. Tehát nem feltétlen az eszpresszót, mert lehet filter is, de az ízesítésmentes kávéra gondolunk. Nyilván mondjuk a cukor az belefér, de tehát nem az, hogy fel van ütve rengeteg tejjel, tejszínhab, szirupok, stb., hanem a kávé. Magában. Ti is így vagytok vele? Igen. Hát úgy önmagában, amit ad ízt, én is azt szeretem a kávébe igazából, mint a bornál is, hogy azt keresem filter kávéba és presszóba is, amit tényleg ki tudja mutatni a kávé gyümölcsösségét, ízjegyeit. Tehát aki már esetleg úgymond felvizezi tejjel, meg mindenféle édesítővel és karamellel és mindennel, akkor ő már nem igazán kávéfogyasztó, vagy nem igazi kávéfogyasztó? Hát úgy iszza, ahogy szeretné, tehát erre szerintem nem lehet receptet mondani tőlem, a 75-ös tokait is felüthetik szódával, de a kávéről is igaz, tehát szerintem mindenki így, úgy, ahogy szeretné. Más kérdés az, hogy ugye a kávé minősége nem jelenik meg annyira a kapott italban. Tehát egy sokkal gyengébb kávés eladható, effektív úgy, hogy fel van tejezve, meg szirupokkal megédesítve, és az egész ízvilága úgy elvész, vagy gyakorlatilag azt az ízhatást kapod, amit kevertek belőle, de az nem maga a kávé, tehát az eszpresszó, vagy amit lefőztek kávét, nem azt kapod vissza a csészébe. Mit gondoltak arról, amit a Felkonfban elmondtam, amit az interneten olvastam, hogy minden második ember kávéfogyasztó? Hát akár igaz lehet, mert... Tehát inkább itt arról lehet szó, hogy van, aki több kávét iszik, és van, aki meg egyet, és nyilván az átlag már úgy jön ki, hogy minden második ember kávéfogyasztó. Szerintem. Te is így véleked? Akár el tudom fogadni ezt is. Ez szerintem így nagyon nehéz lenne meghatározni, hogy minden második kávé... vagy minden második ember kávéfogyasztó, az tény és való, hogy szerintem rengetegen isznak kávét, nagyon népszerű, akár igaz is lehet. Itt inkább szerintem az lenne az érdekes, hogy mennyi kávé fogy mondjuk egy nap, vagy ki mennyi kávét iszik egy nap, és nagyjából az a szám, amit így mondtatok, ez a két kávé, vagy minden második ember kávét fogyaszt, ez ebből az összességéből kihathatja. Jó, de akkor kezdjük az alapoknál. Hogyan állítjuk elő a kávét? Tehát ez hogy megy végbe? Én kávéfogyasztó vagyok, minden nap iszom, én teljes kávét iszok, megiszom magába is, de nekem nagyon keserű. De erre majd később visszatérünk. Vagyis olyan, nem tudom, nem annyira csúszik, hogy lehet, erre is légy, mondjátok majd, hogy milyen kávét ügyek, ami tényleg jó, vagy jobb minőség, és ami esetleg ugye magába is kihozhatja ezt a finom ízvilágot, amit Edina te is mondtál. Hát arról, hogy hogyan készül, arról szerintem jön. Mármint mennyire szeretnéd tudni, hogy hogyan van készül. Van valami jó hívban. Nem, hogy úgy az elejétől, hogy mondjuk van egy kávécseresznye, és akkor azt lesz. Menjünk innen. Hát akkor én mondhatod, hogy
Hát végülis van a kávécseresznye, amit éretten leszednek, ott van két főfajta, az arabika és a robusta. A robusta az, ami egy kicsit markánsabb, ízvilágú, erősebb koffein tartalmú, a robusta, vagy az arabika az, amit pedig az ízéért szoktunk fogyasztani, sokkal ízgazdagabb, gyümölcsösebb, lágyabb kávé. És ez a két fő fajta van. És leszedés után átlagban két fő feldolgozási fajta van, a száraz eljárással, vagy mosott eljárással szokták a gyümölcshúst feldolgozni, vagyis megszabadítani a kis magocskák. Általában két egymással szembefordult magocska van a gyümölcshúson belül, ritkábban, amikor egy ilyen kis ovális mag van. És akkor elértünk arra, hogy megszabadultak nagyjából a magok a gyümölcshústól, utána jön a szárítás, tárolás, általában ezeket ilyen 60 kilós zsákokba szokták tárolni, és utána megy a pörkölőkhöz a kávé, és igazából itt nyeri el az igazi jellegét a kávé a pörkölés során, hogy egy sötétre, világosra pörkölik, tényleg rengeteg egyfajta kávét, vagy egy helyről érkező kávét is más-más pörkölőktől kóstoltunk, és nagyon sokban függ, hogy van pörkölve, ki pörköli, hány másodpercig, igen. Tényleg elég egy-két másodperc eltérés is, és már teljesen más ízt kapunk. Vagy tényleg egy szakma, tehát ezt tanulni kell. Ez hosszú évekig, tehát sokan belekapnak, most nagyon divatos lett ez a pörkölés Magyarországon, megpróbálkoznak vele, és azt hiszik, hogy ez úgy működik, hogy veszek egy pörkölőt, és már azonnal kávépörkölő vagyok. Ez messze nem így van, tehát akik igazán jó kávét pörkölnek, azok sok-sok tanulást és tudást fektettek már ebbe, tehát ez egy bonyolult dolog. Főleg az, hogyha elkészül egy pörkölés, hogy utána, ha az nem azokat az ízeket és aromákat hozza, amit terveztek, hogy az hogyan korrigáld utána. Tehát aki ezzel nincsen tisztában, az esélytelen ebben szerintem, hogy jó kávét készítsen. Tehát nagyon fontos az, hogy tudja, hogy mit miért csinál. Honnan tudom, hogy én most jó minőségű kávét iszok, avagy sem? Tehát ezt honnan tudom? Milyen kávét vegyek, hogy ez tényleg finom legyen, és hogy ez tök jó legyen? Hát kis pörkölőktől elsősorban, ne hipermarket polcairól. Hát mindenképp fontos utána olvasni, vagy olyan helyen vásárolni, ahol szakértő bariszták vannak. Fontos nézni, hogy fel legyen tüntetve, például, hogy mikor pörkölték, tehát mikor lett csomagolva. Legfontosabb, hogy friss legyen a kávé, tehát nem egy, mit tudom, egy fél éves pörkölésű kávét vegyél, hanem friss. Igen, mert a boltban nagyon jól hangzik, hogy két év van rá, vagy az két évig jó, csak hogy azt már mondjuk kávézókban nem használják. Tehát akkor kávézókban is meg tudjuk venni? Így ezeket, van, csak azt nézzük, hogy mondjuk egy-két hónapos legyen igen, a pörkölése. Tehát a fél év az mások, mint ahogy most kiderül. Az sok. Ez fontos a csomagoláson feltüntetett információk, ami nagyon minőség és jó kávé, ott rengeteg információt találsz. Nyilván vannak biztos olyan kézműves kávék is, ami olcsó, de nincs rajta információ, mert nyilván nincs mondani valója a kávénak, csak jól hangzik, hogy ez egy kézműves kávé. Illetve még visszatérnék arra egy picit, hogy azt mondtuk, hogy a fél év sok, ez azért az, hogy mennyi ideig tudod felhasználni a kávét, ez nagyban függ attól is, hogy mondjuk milyen kávéról beszélünk, hogy mondjuk egy single origin, vagy egy keveréket használunk, mert mondjuk ami már egy blend, ott akár egy fél éves is lehet olyan, ami még simán fogyasztható, tehát hogyha megfelelő technológiával van lezárva, vagy esetlegesen nitrogénes tartósítással, ott nem gond még mondjuk a fél év, de törekedni kell arra nyilván, hogy minél frissebbet vegyünk, és akkor inkább nálunk romoljon, mint máshol. Tehát. Árban ezek hogy mozognak? Az embereket nagyon érdekli úgy is, szerintem mert általában sokan megveszik a 600 forintosat mondjuk, de gondolom, hogy nem az a minőség. 12-15 ezer forint most egy kiló kávé. És ez mennyi időre elég, ha mondjuk naponta egy-két csészével megiszok? Hát, egy kiló, vagy mennyi? Ezt általában nem is kilós kiszerelésbe szokták árulni,
hanem 250 grammos, vagy mostanában már 200 grammos, hogy minél egyszerre kisebb kiadás jelentsen, hát az nem sokáig elég szerintem, hogyha valaki úgy iszogatja a kávét, tehát mit tudom, egy napi 3-4 csészével szerintem itt mindannyian körülbelül e körül fogyasztunk, az azért az úgy gyorsan elfogy. Van valamilyen hatása annak, hogy mi most minőségibb kávét iszunk, vagy éppen nem minőségit? Tehát, hogy a szervezetünkre, vagy csak az ízvilágunkra hat egyébként, hogy... Nem, szerintem az a szervezetre is van hatással, tehát egy gyenge minőségű kávé, hogyha ha azt fogyasztasz, akkor csersav, vagy tehát mondjuk ugye az eleve valószínűleg nem single origin kávé lesz, hanem jó, meg van nyomva robusztával, és ott a koffein tartalom nagyon magas lesz, a csersav, és az bánthatja a gyomrot, aki nem bírja a koffeint, annak mondjuk a fejfájás, vagy ilyesmi. Tehát lehet, hogy nem is a kávétól van bajunk, hanem attól a kávétól, amit iszunk. Így van, hát, hogy nem a kávétól nincs bajod. Igen, tehát hogy nem jó minőségűt iszol. Azzal egyébként egyetértetek az eredetével kapcsolatban ezzel a legendával, hogy a legendák szerint Etiópia a kávé szülő országa, és hogy egyébként ezt egy kecskepásztor találta fel, vagy találta ki, hogy a kecskék megették a bogyót. Így van, ez megoszlanak a vélemények, de többnyire ez a sztori áll meg. Tehát akkor megállja a helyét. Megállja a helyét, igen. Tehát általában ezt szokták így felhozni. Na, ezt most már jó tudni, mert nem tudtam, annyi mindent olvasunk az interneten, és ezt is minden oldal kiadja, hogy ez most igaz, nem igaz, vagy csak ez... Ajánlom a kávékorzót, mert ott hiteles információkat találsz. A reklám helyett. Kedves nézőink. És alapvetően a kávénak milyen pozitív és milyen negatív hatásai vannak, amiről ti így tudtok, vagy tapasztaltok? Van-e egyáltalán ilyen? Szerintem mértékkel nincs negatív hatás. Igen, semmi. Meg nyilván, ha jó minőségű kávét fogyaszt a... Egyre ember. Többet lehet olvasni a médiában is szerintem erről, hogy nem, hogy negatív hatása nincs, hanem inkább csak pozitív hatása van. És itt szerintem akkor, hogyha mi úgymond kávéról beszélünk, akkor mindig úgy vegyük úgy, hogy a jó minőségű kávéról beszélünk. Tehát a jó minőségű kávénak csak pozitív hatása van, és annak rengeteg, sőt, sokszor már tényleg azt mondom, hogy hülyeségeket is írnak, mert már mindenre is jó a kávé. Fogyókúrára is többek mindenre, között. Igen, tehát mindenre jó. Ne menj el futni, így el meg 3 csésze kávét. De valójában tényleg pozitív élettani hatása van. Ez amúgy nagyon pozitív akkor. Én tényleg azt hittem, hogy lesz valami negatív, mert olvastam, hogy többféle betegségből is felgyógyultak. Mondjuk nem. Kávé alapján. Én ezt azért... Én ezt csak a növényeimre tudom elmondani, amikor a kávézattalból. Ők felgyógyultak, igen. Ez szerintem ez a legenda része inkább, tehát én nem gondolnám, hogy így orvoslásra alkalmas, de arra igen, hogy mondjuk élénkít, és pozitív értelemben, tehát nem úgy, mint amikor iszonyatos mennyiségű koffeint viszel be, hanem az, hogy finomabb hatással, vagy ezt nem tudom, hogy jobban elmondani, illetve ne feledkezzünk meg a kulináris élményről is, mert azért egy jó kávé az nagyon finom. Tehát mindenképpen pozitívvá hangolja a napodat szerintem. A kávézásnak vannak alapszabályai? Hát most arra gondolsz, hogy nem szabad hagyni kihűlni. Így van, ilyenekre. Azt gondolom, igen, van, bár nyilván, ha leülsz egy eszpresszóval beszélgetni, az hamarabb elfogy, mint egy tejjel feldúsított, felturbózott mindenféle jóval kávé, és mindaddig, amíg egy eszpresszót szerintem tényleg megiszol egy pár perc alatt, addig és meg is kell. És meg is kell. Igen, ezt is szerettem volna kérdezni, de hogy azt hallottam, hogy ez egy-két perc, vagy mennyi, amíg meg lehet inni az eszpresszót, miután lefőzzük? Igen, tehát ezt gyakorlatilag minél gyorsabban érdemes elfogyasztani. Aztán mondjuk a filternél ott meg egészen más, ott ugye még érdemes is hagyni hűlni egy picit, hogy még jobban érezd az ízeket. Tehát mikor nagyon forró, akkor még kevésbé adja azokat az ízhatásokat, mikor már visszább hűlt egy kicsit. Az így van. Igen. Tehát ugye azért mi rengeteg filtert teszteltünk és kóstoltunk. Igen, és tényleg időre is mindig néztük, hogy mennyivel változik az íze, nekem mennyire érdekes, hogy ugyanaz a kávé tényleg.
Tehát, hogyha én lefőzök mondjuk egy kotyogósból reggel egy kávét, akkor én azt mondom, másnap nem kéne, hogy megigyem. Hát azt nagyon nem. Jó, csak mert tudom, az én körömben az én ismerőseim is lefőzik, nagyon mondjuk nem. 4 adagot lefőznek egy kotyogósból, és még másnapra meghagyják a másik 2 adagot, és akkor úgy iszták. Kifejezetten káros egyébként. Tehát akkor ez így káros. Úgy se jó, hogy a hűtőbe rakják, mert tudom, hogy minden lepróbálkoznak. Sehogy, tehát nem szabad, hogy álljon a kávé, mert olyan oxidációs folyamatok mennek benne végbe, hogy az kifejezetten káros hatású. Tehát így káros a kávé, hogyha így nézzük. Egyébként nem. Koffeinmentes kávéba is lehet egyébként ugyanolyan jó minőségűt kapni? Természetesen. Mert ez is divat, hogy jaj, én nem akarom a szervezetemet a koffeinmel bombázni, és hogy akkor a koffeinmentes kávét iszom. Sőt, meg se lehet mondani, hogy az koffeinmentes, és rendkívül jó koffeinmentes kávék is léteznek. Úgyhogy ez nem kérdés, és simán lehet. Mikor nem tanácsos kávézni? Van olyan napszak, időszak, mondjuk reggeli előtt, után kell, ilyesmi alapszabályokra is gondoltam, hogy van-e valami? Hát most van, aki azt mondja, hogy ő már nem eszik délután, mit tudom én, 3-4 óra után kávét, mert már nem alszom. Érzékenység függ. Igen, igen, igen. Én például megihatom. Én az a fajta ember vagyok, aki ha este 6-kor iszta meg a kávét, 8-kor, mint a bunda. Én is alszok egyébként tőle. Igen, tehát az én szervezetemre nincs úgy hatással, de nagyon sok olyan vendég van, aki azt mondja, hogy már pedig ő 3-4 óra után addig nem itta meg azt, amit akkor majd csak holnap reggel. Milyen fogyasztói szokások vannak, amiket tapasztaltatok eddig, hogy mondjuk mindenki a láttét szereti, mindenki a, nem tudom, kapucsinót szereti, vagy ízesítésben vannak ilyenek? Hát, mivel nagyon elterjedtek ezek a több decis viszem a pohárban, és így megyek az utcán, ezek nagyon-nagyon közkedveltek. De azok között, az emberek között is van olyan, akit át lehet szoktatni arra, hogy ha szereted a kávét, szeresd meg a jó kávét, ami nem áll másból, csak egy eszpresszóból. De nehéz átszoktatni, mert a trend az azt mutatja, hogy milyen jó, hogy ilyen habos, olyan habos, tele van mindennel. Instasztorikat készítünk, hogy éppen kávézunk, mert úgyis mindenki szereti a kávét. Igen, és még egy jó kávézóban is azt gondolom, hogy kell, hogy kövesd ezeket a trendeket, holott szerintem a szíved szakad meg, hogy beleteszed abba a finom kávéba a nem is a tudom. A 4 cukrot, amikor kérdezik. Úgy van. Hát, főleg akkor, hogyha jó kávéval dolgoztok, de azért itt azért hozzátenném, hogy itt ennek van a másik oldala is, és szerintem nagy részben ez azért is terjedt el, mert ezt mondjuk külföldről amerikai láncok, mondjuk onnan indítanám ezt a sztorit, hogy ott pont nem annyira jó minőségű kávét használnak, és ezzel gyönyörűen el lehet ezt tüntetni. Tehát, hogyha ott azt a kávét, amit ebbe beletesznek, csak egy eszpresszónak meginnád, akkor azt mondanád, hogy ez valami borzalom. De komolyan, tehát ihatatlan kategória szinte, míg mondjuk egy minőségi kávézóba, ahol amúgy is nagyon jó kávét kapsz, ott tényleg vérzik a barista szíve, mikor bele kell önteni mondjuk 4 deci tejet, vagy valamit, meg szirupot, mert ott annyira jó önmagába a kávé, hogy azzal elnyomod. Tehát, mert egy cappuccino-ba még szoszol, még ott elmegy, ott nem vészel annyira az ízhatás, de már egy ilyen 4 deci tejjel, vagy 3 deci tejjel ott. Viszont nyilván ahhoz, hogy a vendégeid megtartsd, az már igen, alkalmazkodnod kell, de ugyanakkor azért kísérlet mindig van arra, hogy megkóstolod, hogy ízlik. Szerintem ez a leghelyesebb hozzáállás egyébként, amit Andi mond, mert nagyon sok kávézó, vagy inkább nem úgy mondom, hogy nagyon sok, de egy jó pár, egy picit fordítva ül a lovon ezáltal, szerintem. Mert van, ahol azt mondják, hogy cukrot se adunk hozzá. Tehát azért egy picit álljon már meg a menet. Én úgy gondolom, hogy ha valaki egy vendégbe megy, és nem szeretne... Nem mondjuk már meg neki. Igen, tehát amit az elején is viccesen mondtam, hogy ha valaki úgy szereti a tokait, hogy felönti, érted, másfél deci szódával, akkor így, úgy. Tehát engedjük meg a vendégnek, hogy úgy
úgy igya és úgy fogyassza, hogy ő szereti, és akkor a legjobb az, amit Andi is mondott, hogy lehet kísérletet tenni arra, hogy te figyelj, itt van egy ingyen eszpresszó, kóstold el meg, hogy ez így milyen, vagy emlékszem, hogy azért ilyeneket csináltatok, igen, hogy vittek filterkávét, amikor... Vittük körbe ilyen a filterkávét, vagy új kávékat állítottunk be, kóstoltuk, akkor ezt mindig odaadtuk vendégeknek, hogy kóstolják. És akkor ez egy plusz lehetőség, és lehet, hogy ízlik neki, és onnantól ezzel egy picit lehet véleményt formálni, de ezt szerintem finoman kell, és nem úgy, hogy így dúr bele jó, és ész. Egyébként én például, ha beülök a kávézóba, én meg szoktam kérdezni, hogy van-e valamit, amit ajánlanak. Mert szerintem ez fontos, mert amikor én is dolgoztam a kávézóba, akkor én tudtam, hogy mondjuk melyik a legfinomabb, vagy hogy kérném, vagy ilyesmi, és akkor ez például teljesen jó. És ehhez kapcsolva egy kicsit, Edina, hogy vagy te az ízek szakértője? Kicsit mesélsz nekünk erről, hogy szoktál ajánlani esetleg másoknak, hogy mit kóstoljanak? Persze, ki persze. Kiérzed nagyon az ízeket? Én szeretek ajánlani, meg szeretem, hogyha nyitottak a vendégek, nem úgy jön be, hogy határozottan egy kapucsinót és más nem kóstol meg. Én is nagyon szeretek kóstolni, és magamból indulok ki, hogy tényleg, hogy mennyi íz, élmény van egy csészében. Azért volt egy pár sikersztorink így szerintem ezzel kapcsolatban. Na, meséljetek! Hát igen, nyilván ez a kóstolás, új kávék, új pörkölőből érkezett kávé, és így, amikor így elmondod, hogy például Edina elmondta, hogy mit érzett belőle, hogy inkább paradicsomosabb, és akkor így a vendégek, akik igen fogékonyak, azok úgy kezdtek így ráérezni, vagy így kóstolgatni, hogy igen, és akkor kérdezték, volt, úgyhogy ők kérték, hogy ne is mondjuk meg, hogy milyen ízek vannak benne, és amikor megitták, akkor mondták, hogy na, ezt érezték jó, és akkor olyan sikerélmény volt, amikor mondjuk egy fekete ribizli lehet. Igen. Egyébként tehát... abszolút benne vannak ezek az ízek, tehát aki mondjuk Edina barista, és ő neki muszáj ezeket így viszonylag jól helyén kezelni, mi pedig egy picit a kávékorzót így behozom, mi kávékat szoktunk tesztelni, tehát így a különböző pörkölők küldenek nekünk mintát, és akkor ugyanígy mi leírjuk, mint hogyha egy bort kóstolnánk, van erre egy tesztcsapat, és igen, abszolút megvannak bizonyos ízjegyek, erdélyi gyümölcsös, csokoládé, és a többi, ugyanúgy, mint a bornál, és hogyha erre így rá vagy állva, mert szokták mondani, hogy ezt csak olyanok tudják, akik erre születtek, vagy bármi, ez nem igaz, tehát itt is az a lényeg, hogy nagyon sok félét meg kell ahhoz kóstolni, hogy tudjál véleményt alkotni, illetve ismerned kell azokat az ízeket, tehát gyümölcsöket, stb., amit az így van, hogy egyáltalán tudjad azonosítani, mert ha fogalmad sincs, hogy milyen az eper, akkor biztos, hogy nem fogod felismerni az epres ízt mondjuk egy írgasebbel. Tehát abszolút. Vagy egy kardamom, vagy egy olyan fűszer, amit mondjuk nem használunk tényleg sűrűn, akkor mondod, hogy hú, mi ez, annyira ismerős, és mondjuk lehet a másik tudja, de megkóstolod, azonosítod, utána már azt tudod raktározni, és legközelebb te is felismered, hogy hú, ez egy ilyen grapefruitos kesernyésség van benne, vagy egy kis mandulás. Én például ezt nem tudtam. Tehát én nem kóstoltam még így, de most nagyon kedvet kaptam. Tényleg nem, nagyon kedvet kaptam hozzá. Van ilyen kóstolókorong, szerintem azt érdemes használni, amin fel vannak tüntetve különböző ízjegyek, és azon be tudod azonosítani, tehát mondjuk magad elé teszel, és kóstolod, és akkor körülbelül az ad egy olyan irányvonalat, hogy miket érezhetsz, és nyilván vannak pozitív jegyek és negatív jegyek, mert érezhetsz benne kellemetlen ízeket is, az arra mutat, hogy az a pörkölés esetleg nem túl jól sikerült, és mondjuk hibás pörkölés, vagy nem pörkölték meg eléggé, és nyers a kávé, vagy gyenge minőségű kávé. És akkor azok olyan ízjegyeket adnak, ami mondjuk kellemetlen ízhatást kölcsönöz neki. Tehát azt tanácsoljátok, hogy ne csak abból álljon a kávézási szokásunk, hogy reggel felkerülünk, jaj, légy színes, hogy hozzam, hogy nem iszom meg az első kávémat, és az se úgy, hogy zúgy, hanem... Szólhat erről, csak kicsit bővítsük ki esetleg akkor arra, hogy egy reggel én se elemzem. Örülök, hogy oda megyek a kávégéphez, és bedobok egy kávét, de igen, tehát megvan annak is az ideje, amikor van egy kis nyugi, vagy valami. Ez inkább a napközben. Persze, vagy egy délutáni kávé. Kávézás alkalmával, egy ebéd után, vagy
Mikor jobban rájön. Akkor nyugodtan lehet ezzel kísérletezni, hogy mit tudunk ebből kiérezni, és milyen ízeket ismerünk föl. Szokták mondani, hogy minden sikeres ember kávéfogyasztó. Tehát lehet bármit összekapcsolni ezzel, vagy ez ilyen teljes baromság? Ez teljes baromság. Én ezt meg tudom cáfolni. Márpedig úgy, hogy nyilván a jelenlegi munkám kapcsán, hogy azért nálunk sok cégvezető száll meg, és ugye hát nyilván azért a reggeliüknél ott vagyunk, jelen vagyunk, és mondják, hogy köszönjük szépen, nem kávézunk. És ez mellett ő egy óriási cégnek a vezetője, de azt mondja, hogy nem, köszöni, nem kér kávét. Tehát ezt szerint még sikeresebb lenne akkor ezek szerint a kávé. Lehet, de sokan vannak, akik nem. De sokan vannak, akik azt mondják, hogy duplát. Nem függ össze. Nem, de abszolút nem tudnám ezt így ráhúzni, hogy igen, már pedig akkor vagy sikeres, ha kávét fogyasztasz. Milyen a legdrágább kávé? Hallottam valami macskáról. Cibet macska. Igen. Ez nem most attól drágább, ez az elefántos, nem? Én úgy tudom, ez a Black Ivory. Most majdnem mondtam, hogy mind a kettő milyen, de én szerintem nem túl jó. Az elefántos drágább. Itt inkább a hype része, ami az előállítása? Nem, hanem ami körülveszi, igen. Tehát a marketing meg ezek. Maga a kávé nem annyira... Szerintem. Akkor én úgy mondom, szerintem, hogy... nagyon tudni kell kóstolni, vagy érezni, vagy szakavatottnak lenni ahhoz, hogy érezd a különbséget. Azt mondtam, hogy megkóstoltam, de igen, hogy más volt érezhetően, de attól sokkal jobb mondjuk egy kenyai, vagy egy etióp. De életed ízlelménye volt? Nem. Messze nem, nem? Tehát én, amit többször is kóstoltam többfélét, Az egy ilyen nekem egy átlag alatti. Tényleg egy bakancs listás kávé, hogy jó, ittam, kipipáltam, de... Meg inkább szerintem csak az emberek akarták érezni. Tehát ha tudta, hogy azt kóstolja, akkor ő akarta érezni, hogy igen, én most egy ilyen drága kávét iszom, drága kávét kóstolok, hogy akkor ez igen. Tehát inkább önmagával hitette el azt, hogy... De hozok ellenpéldát is, tehát van olyan drága kávé, ami viszont iszonyatosan jó, pont beszélgettünk kinn, amíg itt összefutottunk, és a Jamaica Blue Mountain például, az szintén egy elég drága kávénak számít, mit tudom, a második, harmadik lehet így árkategóriába, tehát ilyen tényleg elég combosára van. Az viszont isteni finom, tehát az eszméletlen, de mondjuk az ára is ott tény, van. Tény, hogy az teljesen más ízélmény, tehát tényleg azok az a kávék. Fantasztikus, tehát az eszméletlen jó. És ennek is ilyen macerás az előállítás? Nem, az semmi, az csak azért olyan drága, mert ugye Jamaikán terem, 2000 méter fölötti tengerszint magasságon, és az, ha nem tévedek, akkor ezt kézzel szedik és válogatják, tehát ezért és ugye korlátozott mennyiség áll rendelkezésre. Felkapott is, azért felkapott, mert nagyon jó minőség, és ezért sajnos nagyon drága. Elmondjátok azért, hogy kell elérni ezt a cibet macskás dolgot, mert szerintem sokan nem tudják. Addig a jó. Meg ezt az elefántos, ezt például egyáltalán nem tudom. Nem, ez most a legújabb, ez az elefántos. Igazából annyi, hogy az állat szereti ezt az érett gyümölcsöt, megeszi, és megemésztődik a gyomrába, és a gyomorban lévő savak igaziból savtalanítják a kávét, meg ad hozzá, igaziból fermentálja, igen, és egy ilyen gyümölcsösebb, lágyabb kávé lesz, utána végtermékből ezt kiszoktál. Nem, most már egy nagy nyelv. Akkor jól olvastam. Válogatni és pörkölés után már fogyasztható is. És ugyanez van a macskánál is, csak ott felhozzák azt, hogy nem kizárólag az érett, és lehet, hogy az elefántoknál is így van, nem kizárólag az érett szemeket kapja, hanem elkezdik tömni. Tehát azért, hogy mennyiséget tudjanak előállítani, ezáltal már meg is dőlt az egész történet, hogy csak az érett szemek, mert ugye itt az lenne a lényege, hogy akkor ő kiválogatta a legjobb szemeket, és akkor itt lehet-e mögé marketinget tenni, de amikor mondjuk elkezdik tömni, meg mindenfélével megetetni, csak azért, hogy meglegyen a végtermék, akkor ez már nem biztos, hogy megállja a helyét.
Hát meg rengeteg hamisítvány van pont ez miatt. Igen. A piacon, hogy jó el lehet adni, jól hangzik, ilyen olcsón hozzá lehet jutni. De. Jó, de ez minden márkával, mindennel persze, így van. Persze, így van. De tényleg érdemesebb egy jó kávét fogyasztani, hogyha bárki. Amit egy jó bar is. Egyszer meg olyan helyről mondjuk vásárolni, ahol tudod, hogy tényleg azt kapod. Megbízható forrás, igen, hogy mégis egyszer kipróbálni, meg volt pipa. Mit gondoltok a mostani divatmenő kapszulás kávékról? Már most tényleg az én környezetemben már most mindenki ezt szeretné, erre gyűjt, ilyen mondjuk kávét szeretné inni, létszik, mondjátok el a véleményt, mert engem mindig meg szeretnének győzni, hogy vegyek ilyet. Figyelj, én azt mondom, amellett, hogy tehát én úgy gondolom, hogy minőségi kávéfogyasztó vagyok, annak is megvan az adott helye és ideje, sőt, nekem is van kapszulásgépem, ha hinnéd, ha nem. Én sporthoz, mikor versenyezni megyek, akkor kényelmes, mert elviszem magammal egy pici gép, és akkor verseny előtt tudok kávét inni, de amúgy elő nem venném. Tehát, hogyha jó kávét szeretnél fogyasztani, és céla az, hogy jó minőségű kávét fogyasszál, akkor ez biztos, hogy nem a kapszulás verzió lesz, de ahhoz, hogy egy viszonylag fogyasztható kávét kapjál állandóan azonos minőségen, arra megfelelő. Rá lehet szokni a kávézásra? Jó, akkor fejre rá lehet, de hogy van ilyen, hogyha most nem, valamint nem isztok meg egy kávét, akkor... Én ezt fel sem tudom képzelni. Na, hogy tulajdonképpen lesz, hogy akkor ilyen hiányérzeted van. Nekem nincs. Igen, te volt úgy, hogy bejöttél egy óra, akkor, hogy ma még nem is ittam egy kávét. Igen. És kérdeztek, hogy te hogy reggel óta? Ez kizártnak tartani. Tehát én reggel az az első. Kibattan a szemem kávét. Én is. Én teával kezdek, de... Én azzal folytatom. Ja, jó. Tehát én elsőnök kell, és utána én is teát szoktam inni, folyadékbeli teágyanánt, de nem tudom elképzelni, hogy ne igyak kávét, sőt, reggeli mellé pedig kapucsinót, és délután is kell innom kávét. De az íze miatt iszom, tehát nem, nekem de nem kell. De azért imádom. Miatt. Igen, tehát én imádom az ízét, és egyszerűen ki se tudnám hagyni, hogy egy jó kávét ne igyak. Tehát. Jó, de ha minket is olyan sokféle finom kávéval árasztanának el, mint téged, Jani, nyilván nekünk is más lenne, mert ugye most műsor előtt ott kávéztam, és hát csak így elém ömlesztette, hogy nézd meg. Ez is, ez is, ez is. Te meg a bőség zavara, úristen, most melyikből igyem? Jó. Azért mondom, hogy nyilván, ha ennyi kávém lenne otthon. De hát? Nem annak a függvénye szerintem, de... De nekem például otthon nincs kávém. Tehát kávéfőzőnk van, de nincs kávénk, mivel nem kávézom. Tehát ahogy mondtam, nekem nem létszükséglet, de szeretem a jó kávét. Tehát például, ha elmegyek utazásra, vagy bárhova, akkor te vagy... hamis proféta vagy. De nem vagyok hamis proféta, csak valahogy úgy, nem tudom, de a rossz kávét meg nem nagyon akarom meginni. Ez így van. Tehát inkább akkor kihagyom. Így van. Tehát akkor inkább kihagyom. Ez így van. Ha tudom, hogy nem tudok jó kávét inni. De honnan tudod, hogy nem tudsz jó kávét inni? Végig kell próbálni a kávézókat, hogy tudd, hogy itt most finomat kapsz, ezt vagy nem? Szerintem belépsz egy kávézóba, és igen, már nagyjából már úgy képbe vagy. Ti már ennyire profikusok akkor. Igen. Nem, szerintem láttunk egymást, és igen, tehát nem egyszerű ez a kérdés, inkább úgy mondom, de lehet látni azt, hogy ott egy picit ott megállsz, megnézed, hogy dolgozik a barista, és hogy már gyorsan el lehet dönteni körülbelül, hogy itt milyen szintű kávét adnak, vagy egy-két kérdést még felteszel, hogy miből készítitek a kávét, és hogyha mondjuk már se tudja mondani, vagy olyan márkát mond, akkor lehet, hogy jobb, ha kisétálsz. Akkor erre volt már példa? Persze volt, simán. És hát azért nálunk is volt többször olyan, hogy és ezért jó a jó barista, mert látja, hogy hogyan folyt le a kávé, mennyi idő alatt jött le, és ha nem olyan, akkor főzött újat. Ezt be kell vállalni. Gyakorlatilag minden rajta múlik szerintem. Tehát egy jó barista az abszolút, most mondanám, hogy aranyat ér, de tényleg így van. Tehát hiába van egy csúcskávéd, egy nagyon-nagyon drága kávégéped,
ha az adott személy, aki oda van állítva, nem tud egy normális kávét elkészíteni, mert nem tudja beállítani az őrlőt, nem tudja a gépen a lefolyás, tehát hogy mennyi ideig folyol le a kávé, illetve hogy azt az őrlővel is lehet szabályozni, vagy a hőfokot, mert megkóstolja, és akkor, hogy erre még kell egy, ugye a mostani gépeknél lehet hőfokot is szabályozni, és egy-két Celsius fok különbség óriási ízváltozást is tud eredményezni bizonyos kávéknál. Tehát itt a barista személye szerintem egy nagyon fontos kérdés. Most már én is látom, tényleg. De van egyébként mindenhol barista, vagy sokszor nincs erre lehetőség? Hát szerintem ez az óriási munkaerőhiány azért látszódik így egy-egy kávézóban. Hát, nekem az a tapasztalatom, hogy rengeteg barista tanul, és abból dolgozni viszont nagyon kevesen akarnak. Vagy fejlődni nem akarnak inkább. Nem, csak megtetszett neki, és azt gondolta, hogy otthon majd csinál magának szép kávékat. Vagy hogy öntögettek, és ez csak így erről szól, hogy nem akar fejlődni, nem akar benne dolgozni, csak hogy latte ártozok, és akkor így ennyi. De meg attól még nem barista, hogy ő tud egy kávét készíteni. Igen, de annyi tehát van most már, akit így kiképeznek, és tényleg nem akarnak benne dolgozni. Pedig a barista szakma az egy gyönyörű szakma, annyi mindent adhat, és tényleg ezen múlik, mert ugye, hogy a kávézás amilyen népszerű, tehát azt gondolom, hogy a barista szakmának annyira kellene népszerű lenni. Mert a barista tudja megadni azt, amit a kávézás jelent. Sajnos letelt az időnk, úgyhogy még egy ilyen útravaló kérdést szeretném, hogyha nekem segítenétek, hogy fogyasszam a kávémat a jövőben egy ilyen csodás beszélgetés után. Ahogy szereted. Köszönöm. Ez egy igazán rövid lényegetörő. Köszönöm, rendben. Köszönöm, igen. Andi. Hát én mindenféleképpen azt tanácsolom, hogy hiába veszel először jó minőségű kávét, ha nem tudod, hogy készítsd el. Tehát először inkább kávézóban szeresd meg a jó minőségű kávét, és akkor utána már minden rajtad múlik. Edina, az ízléshez? Hát, ugyanígy gondolom én is, hogy kávézóba először is olyan helyre menj el, ahol vannak szakértő személyzet, és mindenképp kóstolgass eszpresszók. Értem a célzást. Ha lehet cukor nélkül. És tényleg, szerintem ott érdemes elkezdeni, hogy cukor nélkül eszpresszókat kóstolgatni. Vagy egy jó tényleg kapszulat. Majd elmegyek hozzád vagy kóstolgatni, és akkor megmondod, hogy jó vagy nem. Rendben. Érzed, nem érzed. Így van. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük a kedves szépen. Csízó nézőitől pedig búcsúzom. Azt kívánom, hogy ízlelgessenek. Viszontlátásra! Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chill Zone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó.